Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. 6 rezidens a gyermekosztályon. Folyamatosan jelentkeznek a fiatal orvosok a Békés Vármegyei Központi Kórházba. Generációk készfogása. Jótékonysági bált rendeztek szombaton a Gyulai Román Iskolában. Az idei első bőrzét rendezték meg. Az alacsonyabb takarmányárak jót tettek a kisállattenyésztésnek. Őrizetben a kábítószerkereskedők. Két akcióban 8 embert vettek őrizetbe a Békés Vármegyei rendőrök. Általában kevés az orvos és az ápoló, azonban ellenpéldák is akadnak. A Békés Vármegyei Központi Kórház gyermekosztályán jelenleg 6 rezidens dolgozik, többségük itt is el tudja képzelni a jövőt, amit a jó légkör és a fejlődési lehetőségek erősítenek. Ez a nap híre. Vizsgálaton vesznek részt a Békés Vármegyei Központi Kórház Gyulai gyermekosztályának rezidensei ezekben a napokban készült felvételeken. Az osztályon jelenleg 6 fiatal dolgozik, Gyulavári Tamara tavaly Szegeden végzett, gyulaiként pedig nem volt kérdés számára, hogy visszatér szülővárosába. Azt csak 6. évben döntöttem el, hogy itt a gyermekosztályon szeretnék dolgozni, ugyanis akkor, amikor jöttem gyakorlatra, akkor nagyon kedvesek voltak itt velem, nagyon jó volt a közösség, valamint a gyermekekkel is szót értettem, és nagyon megtetszett ez a szakma. Szerintem nagyon sokoldalú, nagyon sok mindent lehet itt tanulni, és igazából beleszerettem. A Békés Szent Andrási Olasz Imre 1,5 éve dolgozik Gyulán. Azt mondta, jó csapatba került, jól érzi itt magát, az itteni körülmények pedig azt is lehetővé teszik, hogy megfelelően képezze magát. Hát ugye én Békés Szent András vagyok, úgyhogy Békés megyében egyébként is itt szeretett, Békés megyében szerettem volna maradni. Ugye és akkor Békés Csabai meg a Gyulai gyermekosztály van valamint orvosházán, és mind én úgy gondolom, hogy ez az osztály a legnagyobb fejlettségben, tanulási lehetőségben ez nyújtja a legtöbb lehetőséget egy fiatal rezidensnek, hogy fejlessze a tudását. Zsigmond Anna Regina Budapesten végzett, ott tetszett meg neki a gyermekgyógyászat. Tanulmányai befejezésével egy nagyobb gyermekosztályt keresett, és Gyulán találta meg számításait. Úgy érzem, hogy ez az újszülött ellátás, ez a továbbra is nagyon tetszik. Itt ugye nincs hematológiai ellátás, arra tovább kell küldeni a betegeket Szegedre, de még mindig tetszik az is. Tudatos stratégia húzódik amögött, hogy több fiatal jön Gyulára, hangsúlyozta az osztályvezető főorvos. Abdulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, felvették a kapcsolatot az egyetemekkel annak érdekében, hogy népszerűsítsék a gyulai és a Békés Csabai gyermekosztályt. A fiatalokat elhívták Gyulára, hogy nézzenek körül, és ha megtetszik nekik, amit itt láttak, akkor dolgozni is várják őket. Úgy szeretném, hogyha csapatként dolgozunk. Mindig, amikor jönnek ide, szoktam mondani nekik, hogy egy család, és én osztályvezetőként csak koordinálom a munkát, de mindenkinek a véleményére számítok, a tudására is számítok, és csapatként dolgozunk, és családként dolgozunk. Nem, úgy szeretném, hogy boldogan jön dolgozni, és mert az élete 70%-ait a kórházba fogja tölteni, és az a legfontosabb, hogy érezze jól magát, munka mellett érezze jól magát. Természetesen mindenbe számíthatnak rám, én is számíthatok rájuk mindenbe, úgyhogy hála Istennek nagyon jó, kiválóan működik. Abdulrahman Abdulrab Mohamed úgy vélekedett, egyértelmű hátrány Gyula távolsága a fővárostól, ugyanakkor sok fiatal pozitív választását segítette a város egyedülálló milliója, és hogy ők folyamatos képzést, odafigyelést és a szakma magas szintű átadását kínálják. Jótékonysági célokat is szolgált a Gyulai Román Iskola szombat este megrendezett bája. A résztvevők a szórakozás mellett az intézmény udvarának korszerűsítését segíthették. A különböző generációk egyik fontos találkozójaként rendezték meg szombat este a Gyulai Román Iskola alapítványi báját. Az eseményre nem csak az intézmény jelenlegi tanulói és szüleik érkeztek, hanem olyan egykori diákok is, akik még mindig kötődnek korábbi tanulmányaik helyszínéhez. A ma esti programnak az a célja, hogy együtt közösen ünnepeljük, meg ünnepeljük a közösségünket, az összetartásunkat, illetve az est bevételét, a
a gyermekbarát udvarra fogjuk fordítani, mert szeretnénk ilyen nagyon gyermekbaráttá varázsolni az iskola udvart. Az alapítvány tagjai az elmúlt időszakban azon dolgoztak, hogy megerősítsék az iskolához kötődő közösség összetartozását. E gondolat jegyében szerveztek például önkéntes családi napot, gyermekbarátabbá tették az iskola udvarát, és igyekeznek példát mutatni a gyermekeknek a társadalmi felelősségvállalás területén is. A példamutatás az, ami még eszembe jut az elmúlt egy évről, tényleg azért, mert példát mutatunk gyermekeinknek, egyrészt arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos a társadalmi felelősségvállalás, másrészt pedig abban a tekintetben, hogy megmutassuk nekik, hogy nagyon-nagyon sok minden rajtunk múlik. Tehát így a közösség, az összefogás, összetartás erejével nagyon-nagyon sokat tudunk tenni így együtt. Főleg, hogyha ez még jókedvvel van fűszerezve, vagy egy kis lazasággal, akkor tényleg meg tudjuk élni így közösségben ezeket a szuper élményeket együtt. A bála kapcsolatok megerősítésén és az iskola népszerűsítésén túl fontos jótékonysági célt is szolgált. Az alapítvány tagjai a játszótérnek a gazdagítását tűzték ki célul. De úgy gondolom, hogy a legnagyobb és legfontosabb üzenete az, hogy újabb és újabb barátságokat, emberi kötelékeket építsünk, és a kis közösségünket egyaránt, és hogy együtt örüljünk ebben a forrongó világban. Úgy gondolom, hogy szükségük van az embereknek lelki táplálékra is, örömre, derűre, együttlétre, pozitív gondolkodásra, és minden jóra és szépre. A gyulai román iskola báján közel 450-en vettek részt. A mérséklődő takarmányára kedvezően hatottak a kisállattenyésztők munkájára, így a szombati gyulai bőrzén nagy volt a kínálat. A szárnyasok mellett a hóvégi húsvéthoz kapcsolódóan nyulakat is láthattak az érdeklődők. A borongós, erősen esőre álló idő sem vette el az érdeklődők és a tenyésztők kedvét szombat délelőtt a gyulai sportcsarnok parkolójában rendezett galamb és kisállatbőrzén folyamatos volt az érdeklődés. A sarkadi megyeri Bálint azt mondta, szeret szabad idejében állatokkal foglalkozni, szívesen gondoskodik róluk, nézegeti őket. Hoztam egy sejemtyúkot, meg ezt a pár galambot. 51 éve galambászkodik a magyar bánhegyesi Nagy János, aki számára igazi szenvedélyé vált ez a tevékenység. Ő otthon 70 postagalambot tart. Szavaiból az derült ki, ez a tevékenység a lelket is karban tartja. Egy nyugtató. Mondtam, hogy hobbi és nyugtat. Lefogja az ember magát. Bőrgyérjel, piacokjel, járunk Romániába, Orodra, adjuk, vesszük őket. Széles kínálattal érkezett Vésztőről Varga Attila, aki azt mondta, Gyulára mindig szívesen jön. Mindenkinek megvan a saját hobbija, én ebben látom örömömet. Jelen pillanatban hoztam oroszbúbos tyúkokat, illetve kis csirkét, különböző fajta tojásokat, illetve drámákat. A közelgő húsvét hatása annyiban már érezhető volt, hogy a megszokottnál talán több nyulat hoztak az árusok. Most egész sokan vannak, hogy időjárás miatt is, hogy jó idő voltak a múlt héten, és akkor sokan kijöttek, meg van felesleges árulja, ilyenkor tudja eladni, vagy vásárolni hozzá. Ilyenkor tavasz, ilyenkor többen vesznek, mint ősszel, amiket nem szeretnék kitartani egész télen. A hangulat egyébként is pozitív volt, hiszen a takarmányárak mérséklődése jó hatással volt a tenyésztők munkájára. Az árak, a takarmány az lejjebb ment, mindenkinek biztos nagyobb kedve van tartani, meg kevesebb költséget, de egy kicsivel olcsóbb lett a takarmány. A galamb meg a baromfő ára az változott, annak maradt az úgy. Japport Mátyás arra is felhívta a figyelmet, hogy a húsvét kapcsán nyulat csak az vásároljon, aki hosszabb távon is el tudja látni az állatot. Két akcióban 8 kábítószerkereskedelemmel gyanúsítható embert vettek őrizetbe a Békés vármegyei rendőrök. Egyikük, amikor rájött, hogy a nyomában vannak, próbált szabadulni az anyagtól, menet közben szórta ki a fehér port a kocsija ablakán. Menet közben szórt ki fehér port az autójából Csorváson az ügy egyik gyanúsítottja,
amikor észrevette, hogy nem tud elmenekülni a rendőrök elől. A Békés vármegyei rendőrök az elmúlt egy hónapban több délalföldi településen vettek őrizetbe 8 embert, akiket kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A felszámolt hálózat tagjai a nyomozás jelenlegi adatai szerint Békés Csaba mellett Orosházán, Gyulán, Mékeréken, Vésztőn, illetve Szegeden és Budapesten is értékesítettek kábítószert. A tőlük lefoglalt anyagok között vannak különböző színű porok és tabletták, a gyanú szerint kokaint is árultak. Az egyik párosnál az elfogásukkor több mint 1 millió forint és közel 1000 euró volt. A még folyamatban lévő büntetőeljárásban eddig 13 fogyasztót hallgattak ki a rendőrök gyanúsítottként. 120-an jutottak az Implom helyesírási verseny gyulai döntőjébe. Rövid hírek következnek. Márai Sándor szavait idézte Görgényi Ernő péntek délelőtt az Implom József középiskolai helyesírási verseny Kárpát-medencei döntője megnyitóján. A polgármester kiemelte, a kommunikáció minden korábbinál gyorsabb és közvetlenebb, a nyelvhasználók pedig információszerzési kényszerben vannak. A globális kommunikáció során az látható, hogy a köznyelvi beszéd más nyelvekből átvett szavak és kifejezések sokaságával gyarapodik. Görgényi Ernő hangsúlyozta, anyanyelvünk bővül, alakul és fejlődik, a megőrzésében mindannyiunknak szerepe van. Nagy János, a Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora és egyben a zsűri elnöke felidézte Implom József munkásságát és az első verseny pillanatait. Beszédében megemlékezett a nemrég elhunyt Grécsi Lászlóról, a magyar nyelvművelés kiemelkedő alapjáról. A 3,5 évtizedes hagyományra visszatekintő esemény jelentőségét mutatja, hogy az idei versenyre több mint 500-an jelentkeztek. A legjobbak között van a házigazda Erkel gimnázium diákja, Novák Csenge is, aki másodszor vesz részt a megmérettetésen. A magyar nyelv társadalmi presztízse továbbra is kiemelkedő, fogalmazott Zámori Ida. A döntőbe jutott diákok a háromnapos gyulai rendezvényen számos programon vehetnek részt. Az Implom díjat ebben az évben Juhász Dezső, az ELTE emeritus professzora, valamint Sinkovics Balázs, az STE egyetemi adjunktusa kapta. Fehér László és Nádas Anna házi orvosok látják el gyulavári felnőtt lakosságát a 10-es és 11-es számú körzetekben. Nádas Anna tavaly decembertől gyermekvállalás miatt nem dolgozik, fogalmazott Ködmön Zsolt intézményvezető. Az édesanyai örömök egyben a szakorvos tartós távollétét is jelentik, ennek megfelelően igyekeznek hosszú távon megoldani a helyettesítését. Az előző negyed évben Fehér Lászlóhoz fordulhattak egészségügyi panaszaikkal a betegek, a következő 3 hónapban Trombitás Anna Mária látja el a helyettesítést, fogalmazott Ködmön Zsolt. Ha szükséges, a további időszakot is megtervezik. Házi orvos és belgyógyász szakorvosként a gyulai 8-as számú körzetet látja el Trombitás Anna Mária. A helyettesítése megbízott orvos elmondta, március 1-től megváltozott rendelési időben a gyulavári betegeket is fogadja. A gyulavári betegek a következő időszakban a panaszaikkal a megszokott rendelési helyen és az ismert elérhetőségek bármelyikén kereshetik az egészségügyi szakembereket. Március 4-től ismét visszaköltöznek a közösségek, művészeti, mozgás és életmód csoportok a közművelődési intézménybe. Ezzel együtt megszaporodik a színházi és egyéb produkciók száma is a művelődési központban, amely márciustól már szombat délelőttönként is nyitva lesz. Repiszki Dániel ügyvezető kiemelte, a tavaszi programkínálatot úgy állították össze, hogy minden korosztályt megmozgasson. Március 15-én a Kaliopi színjátszókör mellett az Erkel Ferenc vegyes kar is közreműködik az ünnepi programban. Március 19-én rendezi meg első alkalommal a Délalföldi Ifjúsági Konferenciát a Mi Egymásért Egyesület. A rendezvény célja, hogy a régióban működő települési ifjúsági érdekképviselettel foglalkozó fiatalokat és ifjúsági szakembereket közelebb hozzák egymáshoz. Tavasszal 4 alkalommal is szórakoztatja az óvodásokat és az általános iskolásokat a Bizseri Báb csoport. Repiszki Dániel kiemelte, céljuk, hogy a művelődési központban minden korosztály megtalálja
a magának megfelelő, érdekes programot. Így több színházi előadással is várják az érdeklődőket. Két Duma színházas előadás is várja az érdeklődőket. Ráskó Eszter, valamint Janklovics Péter önálló este lesz látható a színházteremben. 50. jubileumához ért a városi borverseny, melyre több kategóriában várják a nevezéseket. A tavasz folyamán lesz még többek között retro műfáz diszkó, 6 órás vetélkedő általános iskolás diákok számára, valamint a Gyulai és a Békés Csabai Vegyeskar Varázslatos Filmdalok című új koncertje. Emellett az idősebb korosztály számára rendeznek egy sziszi előadást, valamint az időskori mozgás fontosságáról tartanak előadást a Bánkbán teremben. Az idei zenei programokról egyeztettek a Gyulai Városházán. Lapszemle következik. Egyeztetés az idei programokról. Somogyvári Ákos, az Erkel Társaság elnöke látogatott a Városházára. Írt a közösségi oldalán Kónya István, alpolgármester. A megbeszélésen az idei programokról esett szó. Pasztorális svédasztal Szegeden. Évek óta hagyomány, hogy februárban az Egyházmegye pasztorális helynöksége összehívja a térségben tevékenykedő szerzetes rendek és mozgalmak képviselőit a szegedi katolikus házba. A szegedcsanád.hu azt írta, a találkozónak pasztorális svédasztal a neve, ami abból született, hogy az összegyűlt örömöket és tapasztalatokat a közösbe helyezik. Gazdafórum Orosházán. Gazdafórumra várta a napokban tagjait az Orosháza és térsége gazdakör. A fórumon két neves szaktekintély adott segítséget a térség gazdáinak a vetőmag kiválasztás témakörében, közölte az Orosz Kafé. Kinyíltak a ködvirágok Cserebökényben. Február közepétől már tömegesen virágzik a tavaszi ködvirág, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. Ahol ez a növény nagyobb mennyiségben nyílik, ott szinte ködszerű bevonatot képez a talaj felszínen. Szerdáig enyhe, tavaszi időben lesz részünk. Csütörtöktől több fokos lehűlésre van kilátás, de fagy nem várható. Kedden változékony időben csapadékra is számíthatunk. Éjszaka 5 fokot, a kora délutáni órákban 18 fokot mérünk majd. Szerdán a napsütést gomoly felhők válthatják, záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 4 és 16 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. 6 rezidens a gyermekosztályon. Folyamatosan jelentkeznek a fiatal orvosok a Békés Vármegyei Központi Kórházba. Generációk készfogása. Jótékonysági bált rendeztek szombaton a Gyulai Román Iskolában. Az idei első bőrzét rendezték meg. Az alacsonyabb takarmányárak jót tettek a kisállattenyésztésnek. Őrizetben a kábítószerkereskedők. Két akcióban 8 embert vettek őrizetbe a Békés Vármegyei rendőrök. Ez volt a Gyula TV híradója. Most befejezzük a közvetítést a legutóbbi képviselőtestületi ülésről. Kövessenek minket közösségi felületeinken és a gyulatelevízió.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk!